Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Önmagában nagyon sok előremutató, talán jó szándékú javaslat lapul meg ebben a nagyon komoly vegyes saláta törvény javaslatban. Ilyen értem elég megtévesztő is a megnevezés, mert hát ennyi erővel mindent, akármit és bármit be lehet vonni az igazságügyi tárgyú törvények módosításának nagy ernyője alá. Hát ez messze nem csak az igazságszolgáltatásról szól, hanem sok más egyéb jogszabályról. Leginkább ugye a büntetőjog területét, főleg a büntetés végrehajtást, mint a büntetőjog egyik fontos ágát érinti. Régen szabályozni kellett volna már például a tolmácsokkal kapcsolatos, vagy reformálni a tolmácsokkal kapcsolatos szabályanyagot, hiszen értelemszerűen összefügg a megnövekedett külföldi gyanúsítottak, vádlottak, elítéltek száma a tolmácsok vagy a tolmácsolás iránti megnövekedett igényekkel, jóval több magyar nyelven nem beszélő terhelthez, arányosan sokkal több tolmács szükséges, ez nem kell egyetemi diploma, és helyes, hogyha ezeken a szabályokon lazítanak, hiszen sok esetben a büntetőjárás elhúzódásához vezet önmagában csak az, hogy nincs megfelelő szaktudásra rendelkező tolmács, főleg a ritkább nyelvek esetében, különösen gondolok itt bizonyos afrikai és ázsiai országokból érkezett terheltekre. Arról már nem is beszélve, hogy ezek a terheltek általában mind ugyanazon a néven futnak, személyirataik nincsenek, és egy megadott év január első napján születtek mindannyian. Így aztán igazán nehéz a büntetőjárásnak még a megindítása is, nemhogy az eredményes és gyors lefolytatása. Ami egyébként kiemelést érdemel, hogy benyújtják önök ezt a törvényjavaslatot, nem sokkal április 27-e után. Április 27-én Nagy Suttyomban, a hosszú hétvége előtt teljes csöndben, félhomályban kiadják a 148/2023-as kormányrendeletet, ugye a törvénynél jóval alacsonyabb szinten szabályozva azokat a kereteket, amelyeket itt már jól próbálnak megfogni. Csak azt kérdezem én önöktől, hogyha látták azt, hogy különösen az embercsempészés büntette, hogy embercsempészés előkészületének büntette kapcsán tendenciózusan megnövekszik a fogvatartottak, a jogerősen elítéltek, a jogerős ítéletben szabadságvesztés büntetése ítéltek száma, és az most már közelíti a 3000-et, akkor miért nem reagáltak időben erre azzal, amit itt már próbálnak helyesen megfogni ebben a vegyes vagy saláta javaslatban, hogy a büntetés végrehajtását megpróbálják átadni az ismert tartózkodási hely, vagy hogyha ez nem tisztázott, akkor az állampolgárság szerinti országnak. Hát egy rendkívül sok pénzbe kerülő büntetőjárás után, amikor nagyon sokat költ ez az ország az adófizetők pénzéből a határvédelemre, amelyet ezzel a 148/2023-as kormányrendeletet nagyjából lenulláztak. Ennyi erővel már csak egy lépés választja el neked attól, hogy le is bonthatják akár a kerítést. Nyilván ne tegyék ezt, nehogy félreértés legyen köztünk, de hogyha szélne keresztik, ráengedik az országra és Európa bizonyos országaira az elítélt bűnözőket, akkor nem csináltunk semmit. Végig gondolták önök, hogy mennyi pénzt dobtak az ablakon, mennyi pénzbe kerül a rendőrök és a honvédek mozgatása a határvédelem céljára? Mennyi pénzbe kerül a nyomozati munka? Mennyi munkát fektet be az ügyészség és a bíróság, hogy 2600 embercsempész ül most a rácsok mögött, és akkor most egyelőre 700 főt, majdnem sokkal később a maradék kb. 1900-at is szélnek fogják kereszteni. Nem gondolták végig, hogy milyen szinten fogja ez demoralizálni a rendőröket, a honvédeket, a nyomozókat, az ügyészeket és a bírákat. Teljesen értelmetlenítették a munkájukat. És hát persze formálisan nem kegyelmet hirdettek, nem egy széleskörű amnestia lehetőségével éltek, hanem egy nyakatekert, hajánál fogva előrángatott, teljesen szakmaiatlan szabályozás keretében a reintegrációnak egy igen sajátos műfaját alakították ki, szerintem ez világszinten is különleges, hogy mindenfajta elektronikus nyomkövető és jelzőberendezés nélkül annak a teremet, hogy 72 órán belül az elítélt zsiványnak el kell hagyni a Magyarország területét, visszamegy a tartózkodási hely vagy az állampolgárság szerinti országba, és ott gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Mivel az elítélte, ezen elítélti körnek döntő többsége hivatásos bűnözőkből áll, akik életvitelszerűen
üzletszerűen bűncselekmények elkövetésére rendezkedtek be, jövedelmi kizárólag bűncselekmények elkövetéséből származik, az embercsempészés esetében igen nagy mennyiség jövedelem, ott fogják folytatni, ahol nemrég abba hagyták. Én elhiszem, hogy 2600 embercsempész elítéltnek a napi fogvatartása önmagában több 10 milliós terhet jelent. Bevallották ezzel a kormányrendelettel, amit próbálnak ezzel elfedni, ezzel a mostani előttünk fekvő javaslattal, hogy erre sincs pénz. Nem adottak a fogvatartás feltételei. Azt, hogy halkan kérdezném meg, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy a 2015-16 környékén belengetett 9 börtön építésével kapcsolatos ígéretből mi lett? Semmi. Egyetlen új férőhelyet nem építettek meg. A 9 börtönből lett 3, aztán ebből maradt 1. Történetesen szeretett szülővárosom Csenger határában épülne meg, és most ez az egy is borotva élen táncol. És hiába emelik, ha egyáltalán valaha megépül ennek a csengeri börtönnek a fogvatartotti számát 500-ról 1000 főre, önmagában ez egy intézmény nem lesz képes felszippantani ezt az elképesztő mértékű töbletet, túlterheltséget, amely a magyar büntetés végrehajtási rendszerre nehezedik. Na hát mégsem az a megoldás, hogy akkor engedjük szélnek a külföldi állampolgárságú bűnözőket. Mi lesz a folytatás? Hogy majd a nem magyar állampolgárságú drogcsempészeket is szabadon engedjük, mert belőlük is túl sok van, akkor hadd menjenek, hadd bűnözzenek tovább. Vagy bármilyen egyéb, akár vagyon, akár élet- vagy testépségleni bűncselekményt elkövető nem magyar állampolgárságú személyt, mert belőlük is túl sok van a magyar börtönökben, őket is szélnek lehet ereszteni, egy nevetséges, szánalmas, reintegrációs, egy sajátos reintegrációs altípus intézmény bevezetése kapcsán. Gyakorlatilag önök nagyon komolyan támogatják, nyilván nem ez volt a céljuk, nem akarok túlzásokba esni, de gyakorlatilag ezzel keményen támogatják az illegális bevándorlást. Tehát önök szerint azok az elítéltek, akik hamarosan szabadulnak, és könnyen megszerezhető hamis iratokkal, akár pár órán belül visszajöhetnek Magyarországra. Azzal a lendülettel, hogy elhagyták az országot 72 órán belül, vissza is jöhetnek, vagy folytatják ott bűnöző tevékenységet, ahonnan jöttek, önök szerint nem röhögnek a markukba. Önök szerint milyen üzenete van ez a nemzetközi bűnszervezetek, ennek a nemzetközi bűnszervezetek felé? Ennek az az üzenete, hogy Magyarország a bűnözők paradicsoma, nyugodtan lehet ide jönni, pár héten, pár hónapon, esetleg egy-két éven belül lehet szabadulni. Mert nincs hely a magyar börtönökben, és egy hajánál fogva előrángatott, megerőszakolt szabályozás kapcsán nyugodtan lehet élvezni a szabad élet minden örömét. Milyen munkát várnak ezután az embercsempészési, meg az ahhoz kapcsolódó ügyekben a nyomozóktól? Mitől legyenek lelkesek, mitől legyenek motiváltak? Majd el fogják nekik mondani a szerb, bosnyák, újabban egyébként már ukrán, román, moldáv, meg afrikai, meg ázsiai, iraki, afganisztáni, meg Isten tudja honnan jött bűnözők, hogy teljesen mindegy, mit csináltok, hiába röködtök. Csak egy rövid időkérdés, hogy mikor leszünk kint újra. Hát, hogyha ebbe a javaslatba bele tudták fogalmazni, május elején, hogy a megoldás, a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtásának átadása, és ezt számos a felsorolt országokkal, országok többségében van, valamilyen bűnügyi megállapodása, vagy akár két oldalú nemzetközi szerződése Magyarországnak. Még azt se lehet mondani, hogy többségük esetében nem teremtették meg, vagy nincsenek megteremtve akár a nemzetközi büntetőjogi együttműködés alapjai. Ha ezt tudták május elején, hogy igazából ez lenne a megoldás, akkor április végén egy kormányrendeletben, egy törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályban miért eresztenek szélnek 700 elítéltet? Illetve összesen majd 2600-at. Meg tudják ezt nekem mondani? Az, hogy erről persze a kormánypárti cselédsajtó meg a média egy szót sem szól, az meg se lep már minket. És megint hadd szembesítsem önöket egy sajátos módon a saját tetteikkel meg döntéseikkel. Képzeljék el, hogy önök ellenzékben vannak. És egy ilyen reintegrációs, őrizett fedőnevű, széleskörű amnesztiát egy balliberális kormány hoz meg. Hogy szélnek ereszt adott bűncselekmény típusokat elkövető bűnözőket. Az most éppen csak a szerencsés véletlennek tudható, ami nyilván azért, mert ez a leggyakoribb esetkör, hogy most az embercsempészés büntettét, meg az embercsempészés előkészületenők büntettét tették bele ebbe a szabályozásba. Bármelyik nap, bármelyik percen kiadhatnak egy olyan kormányrendeletet, amelyben majd bővítik ezt a bűncselekményi kört. Még arra sem vették a fáradtságot, hogy legalább
a szabadság, kiszabott, jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetések mértékénél állítottak volna fel egy korlátot. Legalább azt mondták, hogy a legfeljebb 3 év szabadságvesztése ítéltekre vonatkozhat, ez a gyakorlatilag amnestia. Vagy a legfeljebb 5 év szabadságvesztése ítéltek esetében. Végig gondolták önök, hogy most olyan hivatásos, fajsúlyos bűnözőket is kiengednek, akik röhögnek önökön, rajtunk, mindenki röhögnek az egész országon, akik akár 2 számjegyű szabadságvesztés büntetéssel, vagy még egy 5 és 10 év közötti szabadságvesztés büntetéssel ülnek. Még arra sincs korlátozás, hogy mondjuk a többszörös visszaesőket, vagy a különös és többszörös visszaesőket ebben a körben rendkívül jellemző, hogy minden alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményt követnek el. De legalább ezt az elkövetői kört tartották volna bent a magyar fegyintézetekben, és azon munkálkodtak volna, itt most már ilyen értelemben április 27-ig kormányrendelethez képest késő, hogy a kiszabott büntetés végrehajtását adták volna át egy végletekig leegyszerűsített és felgyorsított eljárás keretében. Nagyon kíváncsi lennék, hogy esetleg valamilyen egyéb háttérérdekek, adott esetben maffiával, a szervezett bűnözéssel összefüggő politikai szálak furcsa összeérése nem motiválhatta ezt a jogszabályalkotást. Mert én kizárt dolognak tartom, hogy önök a politikai kockázatát ilyen politikai rutinnal a hátuk mögött ne ismerték volna fel az első másodpercben. Azt sem gondolták komolyan, hogy ezt, ha más nem, az egyetlen jobboldali ellenzéki párt, a Mi Hazánk mozgalom részéről nem fogjuk észrevenni. Nem gondolhatták, hogy egy ilyen intézkedés radar alatt marad. És majd valahogy megbusszák, mert nagy szerencséjük lesz. Tehát ilyenkor azért ismerve akár a Wörneshadl ügyet, ismerve az elmúlt 33 évnek a 33 esztendőben a politika és a szervezetbűnözés szoros kapcsolatát, felmerül az emberben a gyanú, hogy magas érdekek fűződhettek ahhoz, adott esetben komoly fekete pénzek bemozgatása, hogy fajsúlyos bűnözőket szabadon engedjenek. És amíg mondjuk 1-2 évvel ezelőttig, főleg a délszláv országok állampolgárai jártak élen ilyen bűncselekmények elkövetésében, főleg szerb, bosnyák állampolgárokról beszélhetünk, addig az utóbbi időben felzárkóztak, vagy át is vették a vezetőszerepet ukrán, román és moldáv állampolgárok, de a legjellemzőbb trend, hogy főleg a migráció szempontjában nagy kibocsátó országok, Afganisztán, Irak és ehhez hasonló, hát finoman fogalmazok, nagyon rendezetlen közjogi berendezkedésű országaiból érkezett állampolgárok szervezik az embercsempész hálózatokat. Akik ugye néhány hónappal ezelőtt bemutatott teljes bizonyítójelű videófelvételek alapján nem csak egyszer éles lőfegyverek, hanem sorozatlövésre alkalmas éles lőfegyverekkel, meg komoly, akár még komolyabb fegyverzettel rendelkeznek. Már olyan gátlásuk sincsen, hogy ne lőnének esetleg magyar rendőrökre. Na most akik ugye az M5-ös autópályán rendőrökre lövöldöztek, civilek életét is kockáztatva, mivel ők más bűncselekményt is elkövettek, ők nem tartoznak az amnestia hatája alá éppen, de lehet, hogy jövő héten kijön egy olyan kormányrendelet, hogy őket is szélnek elezték. Nem gondolják azt, hogy ezt a kormányrendeletet úgy, hogy meghozták hatályon kívül kellene helyezni? Hogy mégis azért itt ülnek önök 134-en vagy 135-en, hogy jelezni kellene a nagyfőnök felé, meg a döntéshozók felé, hogy azért ne gomnyomogatóknak nézzék meg önöket sem. Mert egyébként ezzel önöket is megsértették, még a kormányrendeletről beszélünk, még meg se kellett szavazni. Ez úgy, ahogy egy-két ember kitalálta, az önök boszorkánykonyháján át is tolták. Egy hosszú hétvég előtti csütörtökön. És itt nem egy-két embert, vagy 5 vagy 10 embert tényleg, az is lehetne fölháborító, hanem végső soron 2600 elítéltet. Még azért az önökkel szemben nem túl kritikus index is első körben 700 egyedül az index írta erről egyébként, becsületére legyen mondva ennek a hírportálnak, és alsó hangon 700 fő rövid időn belüli szabadonbocsátásáról ír. Hát, hogyha itt a megoldást tudták ezt a kiváló évtizedek óta létező jogintézményt, hogy át kell adni az érintett országoknak a szabadságvesztés büntetés végrehajtását, akkor ezt kellett volna időben meghozni, akár már 3, 4 vagy 5 évvel ezelőtt meghozni. Látták a trendeket, látták, hogy mennyire extrém módon elbillen az egyensúly az embercsempészés irányába.
És hát az a helyzet, hogy innentől kezdve csak egy lépés, hogy milyen bűncselekményi típusokat a BTK adott fejezeteibe tartozó bűncselekményeket, vagy külön nevesítetten megnevezett bűncselekményeket vonnak abba a körbe, amely majd a helyhiány miatt szabadíthatóak ezek a bűnözők. Úgyhogy én azt javaslom önöknek, hogy vonják vissza, helyezzék hatályon kívül ezt a kormányrendeletet, és a legmagasabb szinten, törvényi szinten rendezzék ezt a szabályozást, mert különben az Isten nem mossa le önökről, vagy az önök egyes prominenseiről, hogy adott esetben együttműködnek nemzetközi bűnszervezetekkel, fekete pénzek reményében, annak érdekében, hogy szabadon engedjék azokat, akik Magyarországra nézve az egyik legveszélyesebb bűncselekményt, az embercsempészés különböző alakzatait követik el.